Jó estét kívánok, kedves nézőink! Önök az Emplén Televízió hírműsorát, a Hírhetet látják. Legfontosabb híreinkkel kezdünk. Egész napos programsorozat zajlott Csátoraljaújhelyben a Költészet napja alkalmából. Sárospatakon a főiskolán 5 órás versmaratonnal és számos iskolai programmal emlékeztek a Költészet napjára. Most a tavaszi időszakban gyakrabban találkozhatunk keresztes viperával a Zempléni hegységben, mert ilyenkor jönnek elő téli rejtek helyükről, és kevésbé óvatosak, mint nyáron. Április 11-e József Attila születésnapja, a Magyar Költészet napja. Ezen alkalomból Sátoraljaújhely szerte ünnepségeket rendeztek. A Városi Könyvtár és a Sátoraljaújhelyi Újhelyi Diákok Baráti Köre rendhagyó módon Megyeri Sándor Madarak és Versek című előadásával ünnepelte a Magyar Költészet napját. A Magyar Költészet napját József Attila születésnapjára emlékezve 1964 óta minden évben április 11-én ünnepeljük Magyarországon. Ezen alkalommal irodalmi előadóestekkel, könyvbemutatókkal, költőtalálkozókkal és versekkel tisztelegnek a magyar líra előtt. A Sátoraljaújhelyi Városi Könyvtár és a Sátoraljaújhelyi Diákok Baráti Köre Megyeri Sándor Madarak és Versek című előadásával ünnepelte meg a Költészet napját. A mai alkalommal egy olyan különleges előadásban lehetett az itt jelenlévőknek részük, amelyik ötvözte a különböző művészeti ágakat, a költészetet, a zenét és a fotóművészetet. Azt gondolom, hogy ezáltal sikerült a költészetet is közelebb hozni az emberekhez, és a mai rohanó világban azt tapasztaljuk, hogy kevesebben olvasnak verset, talán ezzel egy kis indítatást sikerült a Városi Könyvtárnak ehhez nyújtania. Megyeri Sándor előadásában a versek, valamint Kegye János Pánsép művész dallamai páratlan harmóniában jelentek meg. Hát elég régen találkoztam Cliff Richard könyvében a Szeretett szózattal, és az volt az első vers, amit megpróbáltam összerakni zenével, és aztán meghozta a kedvemet, mert tetszett nekem, másoknak is tetszett, és utána próbálgattam ilyen-olyan, amolyan zenékkel, és most a legújabb zene őrületem a Pánsíp és Kegye János Pánsíp zenéjével próbálgatom ezeket a verseket, amik most éppen a kedvenceim. Az előadásba harmadik elemként kapcsolódtak be Máté Bence fotói. A fiatal fotós 2010-ben első magyarként nyert el a természetfotózás Oscar díjának tartott az év természetfotósa díjat. Bencét jó 10-12 évvel ezelőtt láttam valamelyik tévécsatornán, amikor éppen valami magyar díjat kapott, és ilyen fiatalon nem nagyon szoktak fotósok díjakat kapni, és rögtön nekiestem a telefonnak, és kinyomoztam a telefonszámukat, aztán eldöntöttem, hogy igen, ha már sikerült beszélni vele, akkor el fogom hívni a kiállítását, mutassa be Liszkán nálunk, és azóta már több kiállítása volt ott, és most büszkén jelentetem, hogy Magyarországon édesapján is rajtam kívül nem sok ember nyúlhat a fotóihoz, akire rábízná ezeket. Megyeri Sándor a Költészet napját követően a közelgő Madarak és Fák napjára készül előadásával. Sárospatakon is ünnepeltek a Költészet napja alkalmából. Az egész városban verseltek a diákok és a tanárok. A református gimnáziumban a Verspatak nevű programsorozat keretében egész nap verscsokrok hangzottak el. A verses óra rendszerint rendhagyó órákat tartottak. Ezek mindegyikén a diákok és a tanárok is tematikus versek sorozatával ünnepeltek a Magyar Költészet napján. A Miskolci Egyetem Comenius főiskolai karán is különleges módon ünnepeltek. Itt 5 órán keresztül tartó versmaratonnal készültek a tanárok és a diákok. Sárospatak a kultúra magyar városa a Költészet napján sok-sok rendezvénnyel tisztelget József Attila születésének napján.
Versek az iskolában, az utcákon, a rádióban és a televízióban is. Ma van a Magyar Költészet napja. 1964 óta ünnep a mai nap, József Attila születésének napja. Sárospatakon is több helyszínen emlékeztek versekkel. A Református Gimnázium már 6. éve rendezi meg a Verspatak elnevezésű programsorozatot, amely az egész napon keresztül tart. 2005-ben József Attila születésének 100. évfordulóján sátoros ünnepet rendeztünk, akkor még az imaterem nem készült el, és valóban egy katonai sátorban ültünk össze, és 12 órán keresztül hangzott a vers. Akkor József Attila volt az ürügy, az apropó, és aztán ennek a rendezvénynek a sikere fölbátorított mindnyájunkat, tehát ugye a magyar szakosokat elsősorban, de az egyéb szakos kollégákat is, hogy kínáljuk meg verssel valóban a diákságot. A fiatalok tematikus versgyűjteménnyel készültek az órákra. Volt többek között verses társadalomismeret, művészetismeret és emberismeret. Az úgynevezett verses órarend volt az idei év újdonsága, hiszen a programokat minden éven valami új dologgal teszik változatossá. Nagy örömömre szolgált, hogy a különböző szaktárgyakat, reális humántárgyakat tanító kollégák is bekapcsolódtak egy-egy délelőtt óra erejéig ebbe a Verspatak rendezvénybe. Itt tarthattunk verstársadalom ismeret, versművészet és egyéb órákat, tehát nem csak a közvetlenül magyar nyelv és irodalmat tanító tanárok és szaktárgyi órákat használtuk fel arra, hanem minden szaktanár megpróbálta a szaktárgyához kapcsolódó verseket összegyűjteni, és az óra keretében ezt diákokkal együtt felolvasni, előadni, felhívni a figyelmet ennek a szépségére. Versekkel ünnepeltek a Comenius főiskolán is Sárospatakon. A tanárok és a diákok is csatlakoztak a délelőtt 9-től délután 2-ig tartó maratoni verseléshez. Mióta ebben az intézményben tanítok, azóta felvállaltam azt, hogy a költészet napján diákjaimmal megemlékezünk erről a napról. Korábban készműsorral szerepeltünk. Ebben az esztendőben valahogy nem adta magát ennek az előkészítése. Sok minden egyén foglalta el az időmet és a diákjaim idejét is. És utolsó pillanatban Remeszkiné Toma Kornéliával, kolléganőmmel ötlöttük ki. Végül is az ő javaslata volt, hogy akkor legyen spontán irodalmi megemlékezés olyan értelemben, hogy diákok, tanárok vegyesen az általuk kedvelt verssel színpad előre lépnek. A legnagyobb költők alkotásaitól kezdve egészen a kortárs költőkig számos verset idéztek vagy olvastak fel a diákok és a tanárok a mai napon Sárospatakon. Magyarországon az Empléni hegység egyik azon tájegységünknek, ahol a keresztes vipera leggyakrabban előfordul. Rejtett életmódja miatt ritkán találkozhatunk viperával, eltekintve a tavaszi időszakot. Ilyenkor a telelő rejtek helyekről jönnek elő nagy számban. Így gyakrabban találkozhatunk viperával, ami veszélyforrás lehet a kirándulók vagy erdei munkát végzők számára. Hiszen a vipera marása, ha eretér, akár halálos kimenetül is lehet. Ilyenkor tavasszal a napsütés előcsalogatja rejtek helyeikről a telelő állatokat, köztük a keresztes viperát is, így ebben az időszakban nagyobb eséllyel találkozhatunk kirándulásaink során ezzel a mérges kígyóval, ami rossz esetben akár végzetes is lehet. Kirándulóként, gombászként vagy erdei erdőben dolgozó munkásként ugye ritkán találkozhatunk a keresztes viperával, azonban, hogyha mondjuk az erdei munka során, vagy akár egy gombázó a erdőszélen, egy erdei réten, amelyek a vipera kedvenc élőhelyei, közvetlen kapcsolatba kerül a viperával, tehát véletlenül rátenyerel, esetleg ráül, ahogy leül, akkor előfordulhat, hogy a viper ezt úgy közvetlen támadásnak érzékel, és ilyenkor esetleg haraphat a keresztes vipera. A vipera marást követően azonnal keressük meg a legközelebbi orvost, bár a kígyómarás ritkán halálos, húzamosabb ideig tartó kellemetlenséget és részleges bénultságot okozhat. A viperamarás elsősorban keringési rendszer támadja, vérnyomásesést, ritmuszavart okozhat, a marás helyén piros, feszes, fájdalmas duzzanat keletkezik, valamint a marást követő fél órában látszik a kígyó kettős fognyoma, ami később a duzzanat növekedésével eltűnik. A marást követő legrövidebb időn belül természetesen fel kell keresni a helyileg legközelebb található háziorvosi rendelést vagy ügyeletet, ahol szükség esetén viperasz ellenszérum kezelésben részesül, illetve
Ezt követően a helyileg illetékesebészeti vagy sürgőségi osztályt kell felkeresni a betegnek. A szakemberek tudják, hogy a Zempléni térségben vannak viperák, de legtöbben azok vannak, akik még életükben sosem láttak ilyen állatot. Attól függetlenül, hogy én nem láttam még más látatot, úgyhogy valószínűleg tartom, hogy látott. Persze, láttam igen viperát. Vannak olyanok is, akik már átéltek vipera támadást. Itt a két foghelye, itt vágták ki a két foghelyét. Egyszer csak egy ütést éreztem itt a lábomnál. Hát gondoltam, hogy valami gaj megcsapta a lábomat. Azt éreztem később, hogy kezd sütni, felhúztam a nadrágszárát, és akkor láttam a két foghelyét. A tévhitek ellenére nem szabad se kiégetni, se kiszívni, se kivágni a viperomarás helyét. Nem szabad kivágni, mert vérzés, tavasszal inkább a vérzések jellemzek, összel a koagulációs faktorok, a méregben benne van. Nem szabad kiégetni, mert nincs értelme, mert az a nyilokútján terjed. Nem szabad kiszívni, mert a nyelvgyökről felszívulgat a méreg. Szóval csupa olyan dolgot mondanak meg, alkoholt idatni, meg fekete kávét, ezek mind a keringést fokozzák, a méregfelszívódást, tehát ezeket nem szabad csinálni. A viperomarás felnőttekre tehát nem jelent közvetlen életveszélyt, de azt sem szabad elfelejteni, hogy ezek az állatok védettek. A viperát arról lehet felismerni, hogy szürkésbarna színezetűek, középen trapéz alakú, egybefüggő, sötétebb mintázatsor halad végig az állat testén. A farkuk hirtelen vékonyodik el, ellentétben a siklójéval, amelynek farka hosszan, egyenletesen vékonyodik. Itt most hagyom, hogy kimenjen a képből, most már a közepénél járok. Nézzük, mit láthatnak a továbbiakban. Több mint 50 fő adott vért ma Sárospatakon a II. Rákóczi Ferenc általános iskolában. Április 15-től már súlyosabb pénzbüntetésekre számíthatnak a közúti közlekedésben résztvevők a törvényi szigorítás miatt. Rendhagyó sportnapot tartottak a Sárospataki Árpád vezér gimnáziumban. Rendhagyó helyszínen adtak vért Sárospatakon. A II. Rákóczi Ferenc általános iskolában a gyerekek szervezték be a felnőtteket. Összesen 52 fő jelent meg a felhívásra. Természetesen a korhatára ügyeltek a szervezők, hiszen vért csak 18 éven felüli személy adhat. A legtöbb felnőttet a 6. A-osztály szervezte be, ezért a diákok jutalmat is kaptak jó szervező munkájukért. Rendhagyó helyszínen a II. Rákóczi Ferenc általános iskolában rendeztek véradást. Összesen 52 fő vett részt ezen, természetesen mindenki, aki vért adott, már elmúlt 18 éves. Az iskola tanulói csak megfigyelőként vehettek részt a rendezvényen. Az iskolánkban egyrészt a dolgozók, másrészt pedig a gyerekek által beszervezett szülők, szomszédok, ismerősök. Gyerekeink természetesen nem adhatnak vért, ez 18 év alattja. 14. alkalommal tesszük meg, tehát már nagyon benne vannak a gyerekek, hogy milyen módon és kiket kell beszervezni, illetve vannak olyan szervezetek, akiknek a véradásaira mi is elmegyünk, így kölcsönösen várjuk őket. A honlapunkon is rajta volt, tehát úgy honlapot olvasó városi polgárokra is számítunk. Az 52 főből ténylegesen 44-en adhattak vért. Ebből az első alkalommal vértadók összesen 7-en voltak. Csak példamutatással lehet nevelni. Azt hiszem, ez egy olyan tartást ad a gyerekeknek, amik életre szólóan a humanitárius eszmékben nagyon sokat segítenek. Igen nagy dolog, amikor a volt szervező gyerekeink 18 év fölött önmaguk megélnek véradásra. Tehát példamutatásképp, illetve nevelésként, illetve hát a legfontosabb szempontból a országos vérbiztosításához, az emberek segítéséhez tervezzük mindezt immár 14. éve. Az osztályok versenyeztek a véradók beszervezésében. A legtöbb véradót a 6. A-osztály hozta. Jutalmuk egy oklevél és egy gyümölcsös kosár volt. Nem sokkal maradt le a 7. A-osztály sem. Ők 7 főt hoztak a véradásra, még az előbb említett 6-osok 9 főt. Néhány kisebb balesetet leszámítva nyugalmasan telt közlekedési szempontból a hétvége a Sátoraljaújhelyi Rendőrkapitányság illetékességi területén. Persze a hosszú hétvégékre jellemző nagy forgalom is elmaradt a kellemetlen hideg időjárás miatt, tudtuk meg a mai sajtótájékoztatón. Emellett a rendőrök már készülnek az április 15-én életbe lépő szigorúbb szabálysértési törvényi változásokra.
Eszerint a rendőrei akár 50 ezer forintos helyszíni bírságot is kiszabhatnak a szabálytalankodóknak. Három közúti közlekedési baleset történt a hosszú hétvége során a Sátoraljaújhelyi rendőrkapitányság illetékességi területén. Ebből egy könnyű sérüléssel járt. Ez a baleset április 7-én történt Karcsabel területén. Egy úteszélőre elinduló személygépkocsi nem biztosított elsőbséget az egyenesen tovább haladni szándékozó motorkerékpárosnak. Így összeütköztek, a motorkerékpáros felborult és 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett. A két anyai káros balesetről csak annyit, hogy az egyik egy szabálytalan hátramenet miatt következett be, a másik pedig a sebesség nem megfelelő alkalmazása az útviszonyoknak. A rendőrkapitányságnak az elmúlt évek során, de idén is több olyan esete volt, mely szabálytalan hátramenet miatt következett be. Amennyiben úgy gondolják, hogy nehezen vagy nehézkesebben tudnak kiállni arról a parkolóhelyről vagy beállni, mindenképpen vegyenek igénybe olyan szemét, aki az ő hátramenetüket segíti, ezáltal megelőzhető lenne az ilyen csekély mértékű, de rendőrségi eljárás alá tartozó közlekedési baleseteknek a kikerülését, megelőzését. A Sátoraljaújhelyi rendőrkapitányság személyi állománya három közigazgatási eljárást kezdeményezett a hétvége során ittas kerékpárosokkal szemben, azonban a gépjárművek nem okoztak a hosszú hétvégékre jellemző gondot a rendőröknek. Húsvétkor is azért sok látogatta meg az Emplint és térségét. Mivel elég rossz idő volt, ez a tömeg ez nem volt akkor, mint amire mi is számítottunk. Mindenki elfért, és olyan baleset, hál' Istennek, nem történt, amely amiatt, a tumultus miatt következett volna be. A jövőben érdemes lesz odafigyelnie a közlekedésben résztvevőknek a szabályok betartására, ugyanis a szabálysértési törvény módosulásával április 15-től a rendőrök 5-től 50 ezer forintig terjedő szabálysértési bírsággal sújthatják a szabálytalankodókat. Ezek a bírságösszegek, amiket netentán majd a kollégáim a szabálysértési elkövetése esetén felajánlanak, ez mind meghatározott összegű pénzbírság. Ebből nem lehet elengedni, nem lehet mérlegelni. Ezt a jogalkotó, ugyanúgy, mint a közigazgatási törvény esetén, a közigazgatási bírság esetén, ugyanúgy fix összegben állapította meg. Azt is elmondanám, hogy amennyiben a szabályszegő nem fogadja el a részére felajánlott helyszínbírságot a helyszínen, és szabálysértési eljárást kell, hogy kezdeményezzünk emiatt vele szemben, akkor ez az összeg, ez a többszöröse annak, amit kint a helyszínen felajánlott a kollégám, vagy a kollégáim. Itt is elmondható, hogy fix tarifás összeg van, módosító körülmények figyelembevételére nincs lehetőség. Immáron több éve, hogy a Sárospataki Árpád vezér gimnázium ilyenkor tavasszal nagyszabású sportnapot rendez. Céljuk a fiatalok egészségtudatának, életmódjának fejlesztése. Az idén több újdonsággal is szolgálnak a szokásos sportversenyek mellett. Többek között bemutattak egy új extrém sportot, a slacklined, mely kifejezetten nagy koncentrációt igényel. A másik újdonság pedig egyfajta példamutatás volt a város lakói felé. Teljes utcár mellett egy kilométeres futást tartottak Sárospatak belvárosában. A futáson az iskola szinte valamennyi diákra részt vett. Épp testben, épp lélek mottóval rendezi meg több órás diáksport napját a Sárospataki Árpád vezér gimnázium. Az első mozgalmas napot még 2007-ben tartották meg, mondta Tóth Tamás. Különböző versenyszámokban mérhetik össze diákjaink tudásukat, de igyekszünk a sport versenyeken kívül a szabadidősportnak minél extrémebb lehetőségeit is bemutatni. Ma is teszünk erre kísérletet különböző sportágak, új sportágaknak a megismertetésével. Ilyen volt a slackline bemutató, a Magyarországon is most hódító extrém sport komoly összpontosítást igényel. Látszik, hogy ez egy képességfejlesztő sporteszköz, mindenki számára kipróbálható, alkalmas, és most a sportrendezvény keretein belül kaptunk egy meghívást, hogy eljöjjünk és bemutassuk a fiataloknak, hogy milyen jó is ez az új sportág. Magyarországon, hát nem tudom, egy olyan pár éve már jelen van, akkor nem kapott még ekkora közönséget,
sziklamászók kezdték ezt el csinálni, és hát azóta tovább fejlődött, már világbajnokságok is szerveznek külföldön. Itthon reméljük, hogy ez is el fog jönni, talán idén, talán jövőre. A testnevelés órákon kevés idő van arra, hogy megszerettessenek sportágokat, pedig fontosan fiatalok mozgása. Tudva lévő országos szinten végzett kutatás alapján bebizonyították, hogy a diákoknak a 90%-a passzív, gyakorlatilag nem végez semmilyen rendszeres testmozgást. Ebből fakadóan én azt gondolom a szabadidősport tevékenységre, illetve az olyan jellegű események szervezésére nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk, melyben a diákok javarészét megmozgatjuk. Az idei év újdonsággal is szolgált, a városlakókat is igyekeztek egy picit nevelni a figyelem felhívó futásukkal. Minél többet mozogni az egészséges életünk céljából, ezt kivisszük a város elé is, hiszen azt gondolom, hogy a lakosságnak is érdemes néha felhívni a figyelmét, hogy mennyire szüksége van az embereknek a testmozgásra. Ezért most első alkalommal egy rövid kis futással jelezzük Sárospatak városának közvéleménye felé is ezt a gondolatot. Az Árpád vezér gimnázium rendőrlámpa Várkert AVG körülbelül 1 kilométeres távot, mintegy 5 perc alatt tette meg a leggyorsabb futó. Főbb híreink még egyszer egy-egy mondatban. Egész napos programsorozat zajlott Sátoraljaújhelyben a Költészet napja alkalmából. Sárospatakon a főiskolán 5 órás versmaratonnal és számos iskolai programmal emlékeztek a Költészet napjára. Most a tavasz időszakban gyakrabban találkozhatunk keresztes viperával a Zempléni hegységben, mert ilyenkor jönnek elő téli rejtek helyükről, és kevésbé óvatosak, mint nyáron. Híreinket pedig újra megtekinthetik a www.zemplintv.hu internetes oldalon is. Mára megköszönöm megtisztelő figyelmüket, friss hírekkel legközelebb holnap este jelentkezünk. Tartsanak velünk akkor is. Viszontlátásra!